vallások problémájával foglalkoznánk elsősorban, illetve abból a szempontból az egész fenntartható fejlődési stratégiáról, hogy ezen a területen ilyen vélemény alakult ki bennünk a dolgozatról, ilyen hiányosságot látunk, mi gondolunk a kitűzött célokról és a megvalósulásról, illetve hát nyilván az előzetes megfontolások alapján mindenki, aki fontosnak tart véleményt, megjegyzéseket mondani, elmondja, illetve itt elhangzott bevezetőkkel kapcsolatban, bárkivel fölmerült kétség ellenvetés, annak adjon hangot. Egy szabad pálya, nyílik bárkinek, bármivel foglalkozhatunk, még azt sem kivett természetesen, hogyha valaki az gondoló, ebből a nézőpontból mit él vele a másik két nagy csomag, valamilyen összefüggését kell a tényleg hozni, akkor az a beszélünk. Igen, ügyetes körben véleményt mondani. Mondom, persze mindenki van vele, hogy lehetett volna egy tájékozódó, bemutatkozó körben. Én környezetben tanár, ökológus és játék vagyok. Több társadalmi vitán vettem már részt, ilyen szexuálisan még nem, de nem is ez a lényeg, hanem tehát társadalmi és a humán erőforrás oldaláról én nem nagyon látom alátámasztva, kivéve az oktatási adatokat, tehát a helyzetértékelésnek. Tehát én szívesen láttam volna ebből az anyagból egy társadalmi jóléti index számítást az elmúlt 30 évre visszamenőleg. Tehát bármilyen nem elfogadott is ez nemzetközileg, meg hogy is mondjam, még egységes metódus is, de valamilyen metódus alapján én szerettem volna számszerűsíteni azt a társadalmi jólét romlást, ami az elmúlt 30 évben végbe ment az országban, és igazából ebből én úgy gondolom, hogy ebből lehetett volna igazából komoly következtetéseket levonni, és ebből lehetett volna hogy is mondjam, megfelelő célokat és feladatokat kitűzni. Én úgy látom, hogy a anyagban is van egy pár, szerintem nem megáll helytálló helyzetértékelés. Tehát a magyar társadalomban, és ezt már több elemzés fórumon is szóvá tettem, hogy tehát a politikusok fejében, vagy a társadalmi közgondolkodásban egy nagyon hibás kép alakult ki a magyar társadalomtól, és rendszeresen a parlamentből is a középosztály, úgy beszélnek, mintha a középosztályhoz tartozna a magyar lakosság többség. Most ezt azért akarom csak idehozni ezt a témát, mert azoknak az embereknek, akiknek komoly egzisztenciális megélhetésük van, azok a legutolsó gondolatukban fognak azon gondolkozni, hogy mi lesz 20 év múlva, ha a hónap végéig nem tudja kihúzni a problémát. És itt szeretném itt visszautalni arra a dilemmákra, Gábor, ami te is jeleztél, hogy alulról vagy fölülről. Dolog, hogy a kettő között középen, vagy valahol kettő között kellene ezt a folyamatot elindítani. És én megmondom őszintén, hogy a középről nincs kivel. Tehát én ezt mondanám, tehát egy 6%-os civil társadalommal, egy 30%-os szegénység küszöbben élő, hát most erről eljutok, hogy 30-40, de elég jelentős társadalmi szegénységgel rendelkező, és egy nagyon kiszolgáltatott, foglalkoztatói réteggel, mert azért tegyük hozzá, hogy a maradék 40 is egy rettentő kiszolgáltatott, gyakorlatilag véleményt már megfogalmazni, tehát már gondolni sem merő társadalomból, társadalmi kezdeményezést várni egy nagyon komoly illúziónak tartom. A
És a másik visszatérít a konkrét problémákra és az adatokra, hogy tehát ezeket mindenki ismeri az egészségállapot romlik, de igazából, hogy az oktatásban az egészségtudatosság szintje, vagy egészségnevelés szintje hol áll? Tehát a következő generáció, erre semmit nem tud. Én körzeti neveléssel is foglalkoztam, sőt, egy város egészségnevelésig kidolgozásában is vettem részt Karthagon. Megdöbbentő. Tehát megdöbbentő, amikor egy vitamint ismer a gyerek, gyakorlatilag harmány gőze sincs a eszenciális zsírsavakról, táplálkozni abszolút, csak az van, amit eléteznek, vagy a boltba kapható, tehát véleményt sem tud alkotni. Tehát a társadalmi tudatnak egy olyan alacsony szintjén áll az oktatási intézményekben résztvevő diákság per pillanat, hogy tehát erre komoly tudatos választás, vagy erre számítani nem lehet. A másik az, hogy a stratégia kidolgozására, és akkor egy kicsit nem húzom az időt, maradnék itt a kérdéseknél. Tehát az NFS szemlélete, én úgy gondolom, hogy az egész anyag rettentő elmélet. Tehát a vezető összefoglalatban rettentő általános, az egész anyag meg rettentő elméleti, tehát ebből egy átlag politikus gyakorlatilag semmit nem fog megtudni. Tehát én konkrétabban a vezető összefoglalót sokkal konkrétabban fogalmaznám, hogy érthető legyen, mert így nem tudja felfogni. Nem azért, nem ezzel foglalkozik. Mi évek óta ezt csináljuk, minden szónak a választásáról értjük, hogy mit akar. De aki nem ezzel foglalkozik, egy jogász, egy politikusként szocializálódott képviselő, ezzel nem tudunk semmi. Csak aláírja, vagy megnyomja a gombot, és így el sem gondolkodik rajta. Alkalmas erre arra egy alapstratégia legyen, én megmondom őszintén, hogy én nem tartom alkalmasnak, egy valamiért, tehát azon kívül, amit idáig elmondtam, egy valamiért nem tartom alkalmasnak, mert egy nélkülözik, tehát nélkülözi azokat az adatokat, amire föl lehet építeni. És tovább, tehát környezeti kérdések azt mondom, hogy mi. Tehát talán a környezeti állapotunk az olyan, hogy arról azt mondom, hogy elég jó képet lehet alkotni, vagy rendszeres, vagy környezetvédelmi programoknak köszönhetően környezeti állapot, a belüli környezeti éves jelentéseknek köszönhetően talán azt mondom, hogy arról megfelelő képünk van. De arról, hogy a társadalomban milyen folyamatok játszanak, mert az, hogy a családok állapota azon kívül, hogy mennyi válás van, meg tudjuk, hogy 2500 ember lesz öngyilkos évente, de hogy emögött mi van? Pontosabban depressziósok száma, akkor megint tudunk, de azért ennek nagyon sok összetevője van. A másik az okokat nem, nincs feltárva, tehát meg kell. Az önkormányzatok nem foglalkoznak, tehát 20-30 éve nem foglalkoznak a halmozottan hátrányos helyzetűekkel. Ezt állami szervek csinálják többségében. Sőt, képük sincs. Tehát ha most megy az ember az önkormányzathoz és azt mondja, hogy adjanak egy listát, hogy kik a szociális a hátrányos helyzetűek, átmutatnak a családsegítő szolgálatra, és igazából komoly elképzelése nincs egy önkormányzat. A helyi gazdaság szervezés is pont üne. A helyi gazdaság szervezésében az önkormányzatok 20 éve nem tudnak. Állami feladatnak gondolják, hogy a gazdaság majd megoldja önmagát, itt most a helyi piacokról mindenről beszélhetnénk. Tehát itt az okok szerintem nincsenek kellene föltárva, hogy jutottunk el idáig. Még megfogalmazva sincsenek. Hajtóerők. De itt van igen a felemeket. A stratégia helyzetelemzése. Én hiányosnak tartom. A fenntarthatósági célokat jónak tartom, de hát a szakadékról itt beszéltünk, hogy ez mennyi. Az indikátoroknál én most is azt tudom mondani, hogy csak és visszautalva itt a Bencének a megjegyzésére. Tehát én csak akkor tudom ezt a stratégiát, hogy mondjam, megvalósítónak tartani, ha minden egyes költségvetésnél, minden költségvetésnél megfogalmazza valaki azt, hogy igen, ez hány százalékkal terheli meg a következő generációkat. Tehát minden elfogadás előtt. Tehát valamilyen szervezet megvizsgálja és a költségvetés, hogy szolgálja a fenntarthatóságot, vagy inkább megint a fenntarthatatlanság irányába.
megadó. És még, még egyetlen egy megjegyzésem volna, hogy most a politikusokról beszélgettünk már több fórumon is, hogy, és itt volt a kérdés, ez a szajó, hogy meddig menjünk meg, hogy meddig lehet egyáltalán menni, vagy hogy hogy kell megfogalmazni, hogy a politika ezt a stratégiát valamilyen elfogadható szinten meg tudja emészteni. Én úgy gondolom, hogy, hogy a stratégia kidolgozása előtt egy 10 pont van, most a számot azt csak úgy elnyertem mondom, de egy 5 párt, vagy nem tudom hány párt van most például a parlamentben, de egy parlamenti konszenzusnak azért meg kellett volna születnie, hogy amentén. És akkor biztos volna az elfogadottság, tudná az ember, hogy mire vevő a politikai elit, hol lehet egyáltalán feszegetni, hol van a szajó. Tehát sokkal jobban be lehetne lőni szerintem a szajó kérdését, ha most itt a Bence-tel szerencsét, hogy tudna válaszolni a Fenntartható Fejlődés Bizottságba a különböző pártok. De nem tudom elképzelni azt, hogy a magyar politika elit 10-15 kérdésben ne tudna a konszenzusra. Tehát normális emberek ülnek ott, mikor a bizottságban nem annyira közvetít a tévé, nem párt, nem a színház, nem a gombnyomásról szól a dolog. Ott talán jobban konszenzus. Tehát most itt a legjobb a példa erre, hogy ötpárci konszenzussal született meg a jövő nemzedékek. Ombudsmanjának megszavazták, elő volt készítve rendesen. Ez szerintem ugyanazzal a tematikával kellett volna, vagy még lehet, szerintem még most is sincsen késő, de így bevinni egy stratégiát szerintem, főleg amiatt, hogy fenntarthatóságról van, főleg amiatt, hogy ezt évente elő kell venni, szeretnénk egy hosszú távú gondolkozást, együttműködést, tehát szerintem ez valami. Csak ennyi szeretném. Köszönöm szépen, ki folytatja? És mivel? Én már Vadán Éva vagyok, és a szakszervezetnek a szakértője. Hogy azt szeretném mondani, hogy úgy látom, hogy azt nem kell mondani, hogy mennyire nagy a baj körülöttünk, és aki előrébb lát egy pár évtizedet, az ugye talán a probléma halmazt is érzékeli, de hogy a legnagyobb baj az, hogy a politika, meg a társadalom, meg a szakma, mondjuk ha csak ezt a hármas kapcsolatot említem, ez nem együtt akarja megoldani a fennivalókat, és hogy az, hogy mit kell megoldani, abban sincs igazán egység, meg hogy hogyan, az meg abban főleg nincs, mert az összefoglalóból is én nem olvastam el most csak szeletét egy pár az eredeti anyagnak, még a múlt héten van is. Szóval, hogy azt gondolom, hogy itt vannak olyan célok, amiben nem biztos, hogy egyet lehet érteni, teljesen mindegy, hogy milyen értékek mentén nézzük a célokat. Mondom pontosan, mert nem más humán erőforrásoknál van, például az egészségügyi, vagy az egészségi rész, nem egészségügyi, egészségi rész. Hogy most a krónikus betegeket, vagy az öngyilkosokat, vagy a baleseteket, vagy sorolhatnám, még ilyen halálokok vannak, amik igen jelentősek Magyarországon, teszik előtérbe, vagy erre fűzünk föl megoldási javaslatokat. Azt én nem tudom, hogy mit kellene tenni. Azért nem tudom, mert a krónikus betegségeknél óhatatlanul bejön a gyógyszergyárak, gyógyszerviszer, diagnosztikai lopi. És nem tudom, hogy ez egyáltalán a fejlődés szolgálja el. Tehát kimagy kérdésem volna. Amit viszont látok, azt meg nem látom megvalósíthatónak, mert itt a társadalom egy hatalmas törésen, egy kettő hatalmas törésen ment át.
ez az egyik, mondjuk lehet az, hogy 50-valahány évvel ezelőtt, ami igen komoly törés volt, azért mondom ezt, mert hogy jövőt én el nem tudok képzelni jövőképek életcélok nélkül. És azok az emberek, akik akkor összetörtek, mert az életüket vették el, a céljaikat vették el, a földjüket vették el, a családjukat vették el, azok most átestek a 80-as évek, illetve 90-től egy másik, szóval nem feltétlen azok, de azok is átesettek, mert nagy reményekkel indulhattak neki az életnek megint, és akkor megint kaptak egy olyan környezetet, amit szóval vagy nem gondoltak, vagy szóval valami tragédia volt nekik számukra is, emberileg, vagy a családjuk számára is. Tehát ez sem egy járható. Szóval én azt gondolom, hogy most olyan helyzetet, amiben a lehető legkisebb adikatni. A szelet én szerintem az emberek egészsége, mert az emberek egészségével egy csomó mindent teszünk, az annyit jelent, hogy gazdagodik, gyarapszik, a tudása is gyarapszik, mert egészség nélkül el nem tudom képzelni a tudást, mert hogy egy halódó ember az nem fog tanulni, vagy az nem fog új információkat felszedni, ami az ő munka képességét erősíti, vagy a változtatási képességét. Tehát azt gondolom, hogy ilyesmiben kellene megegyezni, például, hogy mi az a szeret, amit kiszedünk a társadalomból, és akkor ennek a megoldása kapcsán egy csomó mindent már föl lehet ráfűzni, és szerintem annak van eredménye, mert ami már ott megvan a szeretbe, azt már nem kell újra gombolni, nem tudom, hogy mennyire voltam érte. Érdekes. Ki szeretné folytatni, akár vitatni is, mert rögtön fölmerül az emberbe, hogy ennek a fenntarthatósági szemléletnek ugye a lényege mégiscsak egy komplex probléma érzékelés, és a probléma kezelésre is egy komplex program kivitelezése. Tehát ez épp ellent mond annak, hogy egy szeletet vegyünk ki, sőt, még azt mondhatnánk a komplexitás jegyében, hogy ha valaki egy ilyen szeletet akarna kivenni, annak a problémának a megoldására is az lenne a hatékonyabb, egy puszta racionális gazdasági logika szerint is, hogy egyszerre több effektussal, több dimenzióban érintsük meg. Mert ha a környezeti károkat csökkentjük, mondjuk a hátrányos helyzeti területen, akkor hozzájárulunk ahhoz, hogy az ott nagyon rossz egészségállapotban lévők jobb helyzetbe kerüljenek. Ha kifejezetten foglalkoztatás politikai problémát akarunk megoldani, ami megint a hátrányos helyzetű területeken, az alulképzettek körében nagyon gyenge, akkor megint hozzájárulunk például azon emberek lelki egészségének javításához is, akik többek között azért depressziósak, mert nincs munkájuk, és így mehetnék ugye sorba-sorba a tényezőkön, tehát én erősebben tudnék érvelni amellett, hogy hát épp azért, mert hogy olyan nehéz helyzetben van Magyarország, a humán és társadalmi erőforrások tekintetében különösen, nekünk egy nagyon praktikus, gazdasági racionalitási szempontból is nagyon üdvös lenne ezt a fenntarthatósági szemléletet minél nagyobb erővel képviselni minden dimenzióban, a nyilvánosságban, a jogszabályokban, a garanciák teremtésében, az egyéni és közösségi tudatformálásban, mert hogy egy csomó olyan erőforrás kapcsolódik itt egymáshoz, amelyek mivel egymáshoz kapcsolódva próbálnak problémát megoldani, eredményesebbek lesznek, mint hogyha mi külön-külön próbáljuk az ügyeinket megoldani. Igen, bocsánat, nem voltam teljesen érthető. Meg kell nézni a területi egészség fejlesztési eredményeket. Tehát, hogyha elkezdenek fejleszteni egy térséget, vagy egy kis térséget az egészség címszó vagy logó alatt, akkor onnantól kezdve megváltozik minden körülötte. Megváltozik a foglalkoztatás, a vállalkozás, az embereknek az egymásra figyelés, és onnantól kezdve kezd fejlődni egy terület. Meg kell nézni ezeket. Én most nem tudom, mit már nem készültem erre fölhozni pontosan, hogy néz ki, de hát akik ezzel foglalkoznak, azok pontosan tudják.
hogy milyen eredmények. Nem akarom vinni a vita lehetőséget másoktól, csak... Jó, csak onnan, csak azt akarom, hogy nem beszélünk másról, csak fordítva beszélünk. Én azt mondom, hogy egy kis szeleten keresztül nézzük meg, hogy hova juthatunk el, és mások meg azt mondják, hogy nézzük meg azokat a területeket, amelyik az egy kis szeletet befolyásolják. Vagy éppen azt, amit nagyon helyesen szerintem a dolgozat fölvet, hogy külön beszél sokat arról, hogy a regionális egyenlőtlenségek milyen nagyok, hogy a szegénység, hogy szegregáció, tehát hogy van itt a mély szegénységnek egy területileg is elkülönült, nagyon bonyolult szimptomája, ahol a társadalmi tőke és az emberi tőke különféle mutatóit vizsgáljuk, akkor mind-mind külön-külön is nagyon rosszak, és hogy ezek itten töményen együtt találhatók. Na most, ha valahol be kell avatkozni, és az ember azt vizsgálja, hogy hol lehetne a legnagyobb hatással, a leggyorsabb változást elérve, és egyben a legsúlyosabb problémához nyúlva, akkor lehet, hogy éppen ez nem, hogy a hátrányos helyzetű kistérségek. Én nem egy egészségszeletet bontanék a kománykát, hanem egy ilyen probléma halmaz. Hogy a hátrányos helyzetű kistérségekben az alulképzett, a nagyon rossz egészségi állapotú, a környezeti terheléssel küzdő, stb. Az alulfoglalkoztatott rétegek problémájának egy komplex, ilyen fenntarthatósági szemléletű együttessel menni rá, és ott érni el ennek a koncentrált eszközhasználatnak köszönhetően egy radikális változást. És akkor ez nem egyszerűen emberiességi szempontból merül föl, nem úgyis fölmerülhet, hanem egy pusztán a nemzetgazdaságossági szempontból, mert hiszen ráadásul ott születik a legtöbb ugye gyerek most. Tehát villámgyorsan ront a helyzetünkön, hogyha ott a születő sok rossz helyzetű, alulképzett család gyerekére nem történik valami hatásos mechanizmus, mert akkor még fölgyorsulva romlik a helyzetünk. Tehát ideális lenne, ha ez tulajdonképp, ha már belekezdtem ebbe a gondolatmenetben, azt is mondanám, hogy kritikám lehetne a dolgozattal, hogy ezt a problémát nem hangsúlyozza, mert részben válasz lehetne arra, amit a Kádár Imre mondott, hogy a politikusoknak egy kicsit foghatóbb legyen a dolog, mert én is egyetértek abban bizonyos értelemben, hogy politikus ugye pláne rövid távon gondolkodik, a számára kivehető hasznot keresi, vagy a megragadható valamit, amivel ő valamit elér. Na most, ha fölvillantja ez a fenntarthatósági stratégia azt, hogy éppen ezzel a komplex szemlélettel lehetne ennek a nagyon súlyos, speciálisan magyar problémának a kezelésében áttörést elérni, akkor talán sok politikus képzeletét könnyebb lenne megragadni, mint hogyha egy ilyen elméletileg nagyon szép, nagy, gazdag célokat a tartalmazó anyagot úgy eléjük teszünk, mert félek, hogy nem érzik majd, hogy hol lehet ezt megragadni. Hol szól ez elsősorban nekik? Megint nem akar, ha bárki közbe akar szólni valamit mondani, akkor nyugodtan mondja, akkor én elhallgatok, de ha nem, akkor folytatok. Jó, annyi pénz nincs, hogy egy hátrányos kistérségben felsorolt szempontok szerint fejleszünk, mert nem is tudja benyelni. Hát egy ember, ha... Szóval nem lehet mindenét fejleszteni egy embernek egyszerre, azt akarom mondani. Hogy egy szeretet kell kivenni a történetből. És akkor onnantól kezdve az összeszedet. Hosszan tudnék. Mondhatok erre azért egy... A hölgy kérdezett ja, már. Ja, szóval. És aztán... Először is tökéletesen egyetértek azzal, amit István mond, hogy ez egy unikális magyar probléma, ami a szegregálódó és leszakadó térségekben a mindenféle gazdasági szegénységi és bizonyos szempontból környezeti problémákat is koncentrálni egy csomó olyan térségünkben, ahol, ahol érdemes lenne beavatkozni. Tehát ezzel egyetértek, de azzal, hogy a stratégiában mondjuk ezt kérjük igazán számon társadalmi szempontból, az kevésbé érzem fókuszálnak, ugyanis a stratégiával szerintem van egy olyan típusú szemléleti probléma, amire részben Bence is utalt már, de én egy kicsit tovább mennék. Méghozzá az a probléma szerintem, hogy ugye azt tudjuk, hogy egy politikai berendezkedést vagy egy közjogi berendezkedést néhány hónap alatt át lehet írni,
ezt, aki velem ekkorú vagy idősebb, az pontosan tudja, hogy 89-ben is viszonylag gyors politikai és ilyen értelemben közjogi átalakulás történt, meg most az elmúlt egy-másfél évben is ennek tanulni lehetünk, tehát hogy ez simán mehet ennyi idő alatt. Azt is látjuk, hogy a gazdasági átalakulás is bizonyos értelemben megtörténhet viszonylag rövid idő alatt. Igazából az a kérdés, hogy ahhoz, hogy egy valódi változás bekövetkezzen, ahhoz mennyi idő kell, és a társadalmi változások átalakulásához a kitűzött célok és az ezt szolgáló mechanizmusok, illetve, és akkor itt utalok arra, amit Bence mondott, hogy a kitűzött célokhoz illeszkedő mechanizmusok és az ezt kikényszerítő intézmények adekváltak-e. És én ezt nem látom a stratégiában koherensnek. Ezt nem tudom, hogy érthető volt-e, ami... Kicsit még konkrétizáljuk. Jó. Tehát azt gondolom, hogy ha problémákat felvetünk, és azzal egyetértek Tiborral, hogy egy csomó ponton nincsenek mögötte adatok. Tehát most ezzel lehet vitatni, nekem a kedvenc mondatom az ilyen helyzetelemző stratégiában, hogy a Magyarországon a teljesítményt megbecsüljük, és a munkának becsülete van. Én iszonyúan szeretném látni azt a bármifajta statisztikai adatot, bármifajta értékvizsgálat kutatást, bármifajta olyan a tudományos, a humán társadalom tudományos területen elfogadott elemzést, ami mondjuk például az ilyen mondatok megszületését alátámasztja. Az ellenkezőjére tudnék mondani példákat, de erre konkrétan nem. Tehát amit az előbb próbáltam mondani az az, hogy van egy társadalmi helyzet, vannak mechanizmusok, vannak strukturális problémák, amik eredményeznek, és akkor itt jön a kistérség, eredményezik a szükségszerűen a jelenlegi önkormányzati rendszerünk, közszolgáltatási struktúránk, és nem sorolom, hogy még mi mindennek a következménye, hogy kialakultak ezek az állapotok. Kérdés, hogy ezeket az állapotokat, ami újra mondom, olyan mechanizmusok és olyan strukturális problémák következménye, amivel birkózunk, nem 8 éve sajnálatos módon, hanem legalább 20 vagy kicsit több, mondjuk 60. Az a 60-70 év az szerintem inkább, de egy csomó minden elbirkózunk ennél régebben. Tehát ezeknek a folyamatoknak a megváltoztatása az azt igényelni, hogy a célok kijelölésénél vegyük figyelembe ezeknek a mechanizmusoknak és folyamatoknak a mikéntjét, és ehhez adekváltak legyenek azok a beavatkozások és intézmények, amik történnek. És ezt én nem látom ebben a stratégiában. És azért nagyon nehéz szerintem ilyen részkérdésekbe bele kapaszkodni, vagy egy-egy konkrét javaslatot tenni, mert ilyen értelemben inkoherens. És én azt nagyra értékelem, amit Gáborék küzdöttek ezzel, hogy valahogy sok minden dolgot összepakolni ebben a dologban, de sajnos ebből a szempontból is én csak a fenntarthatóság és egy fenntartható világ alapelvében hiszek, hogy a sokak bölcsessége valószínűleg nagyobb bölcsesség, mint néhány szakember bölcsessége. És ebből a stratégiából inkább az jön át, hogy van néhány megalapozó háttértanulmány, azokból valami belekerül, és nem áll össze egy ilyen a valódi társadalmi folyamatokat és a valódi társadalmi közvélekedést alapulvevő és valami fajta konszenzusokat és célkijelölésekkel, hogy is mondjam, csak visszatükröző anyagá. Ez most az általános véleményem volt. Van még néhány pont, amiről szívesen mondani talán, de sokkal kíváncsibb vagyok arra, hogy a többiek mit mondanak, úgyhogy most itt abba hagynám. Valamit közben akartnak mondani? Én csak reflektálni akartam, de majd a végén. Jó, akkor a... Jó, bocsánat. Nem. Kicsit távolabb menve, először is erre reagálnék, ami ezzel kapcsolatban felmerült. Budai Krisztina vagyok egyébként, és vidékfejlesztéssel foglalkozom, hogy nekem, amit fő problémát okozza, és kaptam bátorítást, kaptunk mindannyian bátorítást, hogy merjünk idealisták és álmodozónak tűnők lenni, az alázatnak, és most remélem, hogy semmiféle ilyen lila ködöt nem éreznek jelenlőkkel mögött, de hogy az alázatnak és a holisztikus szemléletnek a megjelenése az egy kicsit hiányzott számomra.
és úgy éreztem az anyag, főleg az anyagnak az elején, hogy borzasztóan az emberekre koncentrál, és ember szempontból próbálja meg ezt a problémát feldolgozni. És én ezt megmagyarázom magamnak, hogy ez azért van, mert a politikusok asztalára kell ezt lerakni, és meg kell, hogy értsék, és végre kell, hogy hajtsák. Mégis azt gondolom, hogy amit azért a szakemberek, az akadémikusok, a fenntartható fejlődéssel foglalkozó emberek köre mond, hogy itt csak rendszer szemléletben lehet gondolkodni. És azt gondolom, hogy abban az emberi társadalom is egy alkotó elem, de semmivel sem fontosabb, vagy előrébb lévő dolog, mint az ökoszisztéma. Az ökoszisztémának a része az emberi társadalom is. Tehát nagyon, persze emberek vagyunk is, a saját szemszögünkből kéne megnézni, és valószínűleg mi jutottuk ide ezt az egész bolygót, ahol most van, de egy kicsit én tágabb kör, tehát ezt hiányolom. Itt a hiperugrással kapcsolatban jutott nekem eszembe egy példa, amit a mondani valom végén akartam elmondani, hogy itt valódi társadalmi folyamatok meg leszakadó kis térségek, mély szegénység, és itt arról beszélünk most, ahogy így beszélgetünk, mint hogyha így mi kívülről a stratégiával, meg a mondani valónkkal, meg bármilyen anyagot itt elkészítünk, dokumentumot leteszünk az asztalra, változtatni tudnánk. Én ebben nem nagyon hiszek. És én május 1-én jártam az Ormánságba. Nem hiszem, hogy a csetelnem kéne, hogy mi a helyzet az Ormánságban. Egy 1200 lakosú településen, ahol 1198 ember roma, és 2 nem roma. És sétáltunk az utcán, és mély szegénység, ezt tudjuk a statisztikákból. Minden kert meg volt művelve, mindenhol jöttek ki a zöldségek, és azt mondta a katolikus papa, akivel sétáltunk, hogy ez egy teljesen új dolog. Én azt gondolom, hogy ez a hiperugrás. Itt mindenféle stratégia és kistérségi intézkedés, és nem tudom mi nélkül, bár ez most egy elnagyolt megjegyzés, mert valószínűleg azért sokan dolgoztak, hogy a vetőmagot megkapják, hogy azért legyen oda mit kell vetni. És de azt gondolom, hogy a szegénység jutott, nem csak én gondolom, de ezt erről beszélgetünk, a szegénység jutatta el az embereket, a roma családokat ahhoz, hogy igenis meg kell művelni a saját földjüket, azért, hogy legyen mit enniük. És megcsinálták, amélkül, hogy ezt a kistérségi, nem tudom, stratégia előírta volna neki. Szerintem ez az a társadalmi folyamat, amire rá van kényszerítve a Magyarország, magyar társadalom is, meg mindenki, és nem, tehát nem gondolom, hogy a fenntartható fejlődés stratégia fogja ezt meghozni, hanem az a folyamat, amit mi generálunk, és ide jutnak bizonyos rétegek, egyre többen. Egy másik dolog, ami egy kicsit nem ide tartozik, és azért ide tartozik, egy kérdésem van, amit szeretnék megérteni esetleg Gábortól. Én ott voltam a múlt héten az akadémián, a Riói folyamattal kapcsolatos MPDS által szervezett konferencián, és egy kicsit így információkat begyűjtve erről a folyamatról, mi zajlik. Azt szeretném látni, vagy azt szeretném megérteni, és gondolom, hogy nem is vagyok ezzel egyedül, hogy tud érvényesülni egy fenntartható fejlesztés stratégia, akár egy nemzeti, akár egy európai szintű, és hol érhet össze például egy Európai Unió Európa 2020 stratégiájával. Itt elhangzott az, hogy a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégiának a 3 politikai ciklus, a 2024-es távlatban gondolkodik. Egy EU 2020 pedig 2014-20 között gondolkodik. Egy EU 2020-nak az egyik vezér prioritása a intenzív növekedés, nem akarok butaságot mondani, növekedés szó benne van, a zöld gazdaság benne van. Én azt gondolom, hogy ezek azért ilyen zöld festékkel lefestett dolgok, de egy növekedés szó hogy hangozhat el, hogy merülhet fel, ezt tudom, hogy ez egy terminológia, de azt gondolom, hogy mégis amikor 1972-ben ki lehet mondani, hogy egy korlátos rendszerben nincs korlátlan növekedés, akkor hogy tarthat egy Európai Unió ott 2012-ben, hogy kitűzi az zászlajára, hogy növekedés, és hogy hogy tarthatnak ott a politikai rendszerek, hogy azt gondolják, hogy azzal, hogy ők azt felkijeltek, hogy most zöld gazdaságot fejlesztünk, azzal megoldják ezt a problémát. Tehát, hogy
hogy hol jön ez össze a fenntartó fejlődés stratégiával, ami azért rögzíti az alapproblémákat és az összefüggéseket, nem mutatja. Én azt szeretném nagyon látni, hogy ez egy riói konferenciára, vagy akár egy magyar álláspontnak a megjelenítésére, ez jellemző lesz, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ellentmondó folyamatok vannak. Tehát, hogy lesz így fenntartó fejlődés, hogyha az ilyen szintű stratégiai tervezés az nem veszi figyelembe a kollégáinkat. Bocsánat, hogy kérek, mert eszembe jutott valami, hogy lesz az gazdasági növekedés. A dán gazdaság az lehet, hogy növekedni fog, mert ők kitűzték célul azt, hogy az összes hűtőszekrényt le kell cserélni korszerű hűtőszekrényre, ami kevesebb energiát fogyaszt és egészségesen. Tehát az az ipar, ahonnan a hűtőszekrényt be fogják szerezni, az fejlődni fog. Azzal nem néznek szembe, hogy Magyarországon pont az lehet a fejlődés, mint amit mondott, hogy igenis a kiskertekben meg kell tanulni, hogy kell egészséges növényeket termelni, mert hogy az a lét feltételünk alapja, és attól nem fog nőni a CO kibocsátás. Tehát egy dolog, hogy a pazarlás, illetve a többlet kibocsátásnak a csökkentését is meg kell oldani, de hogy nálunk még ilyen alapvető problémák vannak, és Európában egyáltalán nem egységes, úgy látom, és nekünk azzal kell foglalkozni, ami nekünk itt adja az optimális megoldásokat, mint például a földprogram. Én azt gondolom, hogy egy fenntartó fejlődés az a fogyasztás csökkentésére kéne mindenkit ösztönözni, nem pedig a hűtőszekrények lecserélésére. Ha már le kell cserélni a hűtőszekrényt, akkor próbáljuk meg elkerülni a hűtőszekrény használatát, de mindenképpen a fogyasztás csökkentése globális szinten lehet a cél, és nem az, hogy egyre korszerűbbek legyenek a hűtőszekrények. Akkor most a szó ott van. Én előre elnézést kérek azért, mert Pege Károly vagyok, és az MSZP frakciója mellett dolgozom, az egyik a tojásnagyok szerintem a rendezvénynek. De nem fogok tudni kiszakadni a munkámból és a politikához kapcsolni a kérdést egy picit. Én két dologtól nagyon félek. Az egyik az, hogy vagy nem lesz komplex politikai vita a parlamentben, és valamikor egy éjszakai órában a stratégia elfogadásra kerül egy országgyűlési határozattal 8 képviselő jelenléte mellett, vagy pedig tényleges vita lesz az általatok elkészített stratégiáról. Akkor viszont az a szempontrendszer jön fel, és tényleg részletes és mindenre kitérő vita, amit viszont beletek is. Mégpedig az, hogy, és elnézést ezért, és nem aktuál politizálni szeretnék, de minden jellegi intézményrendszer, és ebben a stratégiában is vannak már intézményrendszerre vonatkozó dolgok, de én is egyetértek azzal, hogy sokkal bátrabbnak kellene lenni a biztosításhoz és a garanciák tekintetében intézményrendszeri kérdésekben. Mint pedig kormányzati intézkedésekben azért azt látjuk, hogy az irányok és ebben a stratégiában lefektetett célok nem feltétlenül ugyanazok, sőt, nagyon sok esetben homlok egyenes mennek egymással szemben, ha csak a humán és társadalmi részét nézzük az oktatási részét, nézzük a kulturális intézmények helyzetét, nézzük azokat a társadalmi kérdéseket, munka. Itt nagyon, nagyon szép szavakat olvastam most így a vezetői összefoglalóban, de itt csak a munka társadalmi körülményének fejlesztésével foglalkozunk, vagy erősítésével. Tehát azért mondjuk egy jelenlegi munkatörvénykönyvénél ez nem feltétlenül az az irány, ami már elnézést, hogy tényleg nem aktuál politizálni szeretnék, csak hogy ezekben van probléma. És ha értékszinten megyünk tovább, és ezt hiányolom az egészből pillanatnak, hogy szerintem egy picit egy oldalúra sikeredett érték kategóriában maga az anyag, hogy ha csak a családi értékeket nézzük, hogy mit vallunk be családnak Magyarországon, ki mit vall családnak, mi az a családi modell, amit elképzelhetőnek tart. Ha a jelenleg érvényben lévő családvédelmi vagy családok védelméről szóló törvényt nézzük, akkor család férfi és nő házassága. És én nem akarok innentől mélyebb társadalmi vitákba belemenni, de nyilván ez is megnyit kérdéseket egy fenntartható társadalomban, és nem tudjuk, hogy melyik az a modell. Tehát én attól félek, hogy ha az egyik félelem az, hogy nem lesz róla vita, és elfogadjuk, és megy a fiókba, és ott marad a többi között, és nincsenek garanciák a megvalósíthatóságára. A második félelemnek az ellentéte, hogy valódi vita van róla, viszont akkor meg nem lesz politikai konszenzus mellette, és akkor megint csak
társadalmilag nem lesz hatása, mert csak egy oldal fogja magáinak vallani, vagy esetleg másfél, és az összes többi politikai szereplő bár nem fogja magának érezni. De innentől kezdve ezt én egy borzasztó nagy veszélynek tartom, és ez az a kérdés, amit szerintem társadalmi szinten is tisztázni kell. Szerintem van ebben az anyagban is 10-15 olyan cél, aminél a politikai szereplők képesek és tudnának megegyezni. Hiszen melyikünk meg ne lenne célja a szegénység elleni küzdelem, egy fenntartható felsőoktatás, egy munkabarát, vagy családtámogatási munkahelyteremtés, családtámogató munkakörülmények. Tehát olyan célokat tudnánk felsorolni mindannyian a hétköznapi élet szintjén, ami mindannyiunkat éri, amiben biztosan lehetett politikai konszenzus teremteni, csak nem abban a politikai kultúrában, amiben pillanatnyilag én Magyarországon, ezt elnézést, hogy én mondom, de mégiscsak politikusok mellett dolgozom minden nap, tehát talán mondható is. Köszönöm. A politikai kultúra jó végszó volt, köszönöm Károly, de hogy ezt megint egy kicsit én kinyitnám. Tehát nem a politikai, hanem egyáltalán a részvétel, a társadalmi aktivitás, azok a jaj, nem kérek, köszönöm Szárfotót, ezt már az előbb is mondtam. Tehát azok a különböző... Nem volt itt az úr. De már kint egyszer, már mondtuk a hajnivalót, hogy nem kérjük, köszönjük. Szóval, hogy egyszerűen azok a részvételi folyamatok, azok a társadalmi aktivitási folyamatok, amik nem feltétlenül csak a civil szervezeti tagságban vélhetőek, hanem olyan kulcsfogalmakhoz kapcsolódnak, amiket szerintem nagyon bölcs módon Gáborék megjelenítettek, például a társadalmi tőke, a közbizalom szintje. Egy csomó olyan pont, ami az önkénteskedéssel együtt olyan típusú társadalmi mozgásokat képes elindítani, vagy olyan típusú társadalmi folyamatokat képes generálni, amiket a formális intézményrendszer nem. És több ponton az anyag csúszkálnak között a kultúra kapcsán is, a kultúra hivatalos és formális közvetítő intézményeinek van hangsúlya, a közoktatásnak és a művelődési intézményeknek. És igazából azt a nagyon finom és bonyolult összefüggésrendszert, amitől egy társadalom változni képes, azt nem tudja megragadni ez az anyag, mert nem adja meg az esélyét annak, hogy igazából ezekre a finom és bonyolult folyamatokra építsen. És az én fejemben élő fenntartható társadalom vízióban, ez nyilván az én magánvéleményem, de én csak azt tudom elképzelni, hogy ezek a társadalmi folyamatok is átalakulnak, és ez ahhoz a kérdéshez vezet, amit most itt nem mondtál a felvezető kérdésnél, hogy igenis azokra a konkrét kérdésekre is keressünk választ, ami a hajtóerők és hasonlók kapcsán megadhatja azt az esélyt, hogy tényleg valami egészen másfajta megközelítés szülessen. És ilyen értelemben ezek a típusú társadalmi hajtóerők abszolút nem jelennek meg az anyagban. Tehát, hogy valószínűleg abból a mostani kormányzat képéhez közel álló társadalomképből kibontott megközelítések, azok gátolják azt, hogy ezek az egyéb alternatív világképek is belebírjanak ebben. Milyen hajtóerők nem jelentek? Tehát például én nem látom azt, hogy az a fajta, ugye az előbb már leszögeztük, bocsánat, csak lehet, hogy túl sokat ugrok egyszerre logikailag, tehát az előbb leszögeztük, hogy a helyzetelemzésből hiányoznak azok az adatok, amik a társadalom jelenlegi állapotára, a humán körülményekre vonatkoznának. Olyan típusú megállapítások születnek, amik intézményrendszeres válaszok, közoktatás, kulturális intézmények, nyugdíjrendszer hasonló. Tehát azokat a közbizalmon, társadalmi együttműködéseken, társadalmi tőkén alapuló társadalmi folyamatok nem jelennek meg, mint valódi változásokat generálni képes folyamatok. Mert azt mondjuk, hogy van valami a gazdaság állapotában, betegek vagyunk, nem tudom, mik vagyunk, van egy intézményrendszer, egy jelenlegi intézményrendszer, ami a közjogi hasonló mindenféle, és gyakorlatilag nincs egy olyan fajta összekötő erő, ami tényleg azt mondaná, hogy mi az, ami ide vezetett? Most nem csak a fenntarthatatlan világ, hanem a magyar társadalom nagyon speciális és nagyon furcsa, és a többi posztszocialista országhoz képest is nagyon más
mintázatok vannak sok szempontból. Az, ami értékként jelenik meg a család, az egyébként nemzetközi összehasonlító kutatások szerint sokkal inkább egy gát, hiszen Magyarországon a társadalmi hálózatok azok egy hasadásos társadalmat megboldogult. Angelus Robert is ezt bizonygatta, nagyon sok kutatás igazolja, hogy gyakorlatilag a kapcsolatrendszerünk családon belüli nagyon szűk kapcsolatrendszerek, nincsen különböző társadalmi csoportok közötti ilyen összekötő híd jellegű kapcsolatrendszereink. Tehát erre mondtam ezeket a finom társadalmi folyamatokat, amik képesek lennének ilyen módon hidakat, szolidaritást, terjedő, mondjuk értékrendet, fenntartható világ iránti elköteleződést megjeleníteni különböző társadalmi csoportok között, ezek a kapcsolatok egész egyszerűen hiányoznak. Tehát nem tudom, hogy most érthetőben, nem akarok túl sokat beszélni, csak lehet, hogy néha túlságosan leegyszerűsítem, ami a fejemben van. Úgy értem, mert pont ez a lényeg, hogy a bizalmatlanság, mint kapcsolat, az olyan erősen nyomja rá a bélyegét mindenre, akár az intézmény rendszerre, akár a családon belüli, akár a család és a környezetek közötti bármilyen kapcsolatban, hogy én szerintem is ez a legnagyobb akadály. Azt hiszem 2009-ben volt, vagy 2010-ben a Tárkinak a 5. adatfelvétele volt, az érzékenységvizsgálat, és ennek kapcsán egy csomó olyan jelenségre is rá lehetett mutatni, mert már 5 alkalommal ugye fölvették, és komoly összehasonlítások vannak más országok, illetve nemzetekkel összefüggésben, hogy azt gondolom, hogy ez egy, azt át kell nézni, mert ez egy adalék, mert hogyha a bizalmatlanságot kezelem, akkor az össz mind a három területre valamilyen megoldást találok. Tehát, hogy még az egészségre is. A bizalmatlanságnak az ára, az most már lehet mérni, én szerintem, mert vannak erre tanulmányok, mérések. Én azt tudom, hogy az együttműködés hiánya milyen károkat okoz, az is lehet mérni. És akkor itt utalok, most itt nagyon komoly hidakat fogok átugrani, de hogy az értéke, a különféle értékek, már a politikai szereplők különféle értékei között nem lehet konszenzust vagy együttműködést kreálni. Én szerintem nem lehet, mert értékek azért értékek, szóval ott nem lehet hidakat találni. Viszont meg lehet egyezni, együtt lehet működni, azt gondolom egy olyan tárgyalásos periódus után, hogy jó, én nem veszem most figyelembe azt az értékem, ami nekem nagyon fontos, viszont egy másik értéket képes vagyok, hajlandó vagyok beemelni egy tizenvalahány pontos megállapodásba. Tehát azt gondolom, hogy itt az együttműködést pont a bizalom helyreállítása érdekében kellene nagyon, illetve erősebben hangsúlyozni, és akkor még nem beszéltem az anyagról, mert hogy szóval hogy az anyagnak valahogy meg kell valósulni, mert hogy nagyjából az a kép, amit úgy szeretnénk sok ponton. De hát éppen az a lényeg, hogy én szerintem nem nagyon tud ebben a légkörben, ebben a közegben másképpen, hogyha nem, ha ezt kezeljük csak. Csak azt lehet mondani akkor erre fel, hogy elmúlt 20 évünkben ugye azt tapasztalták meg a politikai táborok egymásról, hogy az értékviláguk annyira távol van egymásról, hogy nem tudnak nemzeti konszenzus minimumokat létrehozni. És akkor most mondjuk eljutottunk oda 2010-ben, hogy most már az sem. Tehát lehetett volna egy válasz erre az, hogy legyen egy közösen javított szabályrendszer, egy intézményrendszer, amelyet a különféle értékvilágok egy közös játéktér szabályrendszereként, intézményrendszereként el tudnak fogadni. Na de most pont oda jutottunk el, hogy a egyoldalú ugye kétharmados alkotmányos rendszer alakítással a szabályrendszert is az egyik politikai erő
akarja létrehozni, és innentől fogva nem egyszerűen az értékvilágok között nincs konszenzus, hanem már az elemi feltételrendszerben sincsen konszenzus, mert hogy az ellenzék azt mondja, hogy illegitim voltak éppen a eljárás folyamat miatt, amiben létrehozták, illegitim az új alkotmányos rendszer is. Tehát a helyzet rosszabb ilyen értelemben, mint az elmúlt 20 évben volt. Most, hogy ebben a helyzetben aztán mit lehet kezdeni ezzel a logikával, amit előadott? Hát nem tudom, mert én nekem például a család, szóval nekem vannak területek, amiben nincs gondom. Már olyan szempontból nincs gondom, hogy jó irányokat látok. És, de hát nem akarok én ezen vitatkozni, mert nekem a család az tényleg az a család, ami megfogalmazott az alkotmányban. És nem az a család, már bocsánatot kérek, amikor hallottam, teljesen megdöbbentem, hogy miért okoz problémát az, amikor egy leszbikus nő gyerekét nem fogadhatja örökbe az élettársa. És akkor eljutottam odáig, hogy nem vagyok normális, mert ugye azt gondolom, hogy annak a gyereknek van apja, nincs apja. Nincs apja, mert beletültetve. Szóval azt gondolom, hogy itt olyan komoly bioetikai kérdések is vannak, amikor fölvetünk egy-egy ilyen problémát, és akkor nincs apja, bocsánat, de hát neve nincs. És szóval, hogy vannak dolgok, amilyen irányba elmentünk, amit már nem lehet visszafordítani. Lehet, hogy csak egy ilyen erőszakos dogmával, hogy a család nekem az, aki. Hát ez a norm, már bocsánatot kérek, de hát év ezrebek óta ez a normális, és a fejlődést meg szerintem nem is az az alapja a fejlődésnek, hogy beültetek 500 ezer gyereket, hogy majd legyen, aki a nyugdíjamat megtermeli. Tehát, szóval, hogy azt gondolom, hogy a fejlődés az egy szervesebb dolog sokkal. És nem akarok itt most részletkérdésekbe bevenni, de hogy ezeket tisztázni kellene. Ezeket minden értékrend szerint tisztázni kellene, hogy mit értünk, milyen fogalom alatt. Bocsánat, már túl sokat beszélek, azért vagyok bizonytalan, tehát nagyon sok olyan kérdés felmerül, ami nagyon konkrét javaslatokhoz vezet. Az egyik, hogy igazából mi az a... Tehát a stratégiának van egy olyan részben kimondott, részben kevésbé deklarált üzenete, hogy tulajdonképpen a gazdasági és a környezeti ügyekkel hangsúlyosan foglalkoznunk kell. Ezek a humántársadalmi kérdések pedig ilyen járulékos és kicsit ilyen fragmentált. Tudom, hogy nem ez a cél, Gábor. Ez a bizonyos hatalom. Nekem van egy olyan érzésem, hogy mármint, hogy úgy jön át, hogy azok a konkrét humán intézkedések, amik megjelennek, azok szerintem ilyen nagyon, mint az előbb elmondtam, jelenlegi intézményrendszeres és olyan típusú javaslatok, amik kevésbé szolgálják szerintem azt a fajta változását a társadalomnak, ami egy másképpen működő társadalom, egy fenntartható módon működő társadalom lehetne. Tehát ezt a fajta feszültséget, ezt azért látom nagyon erősnek, mert pont az előbb, amikor azt próbáltam elmondani, nem tudom, hogy sikerült-e, hogy mik azok a folyamatok, amik így szerintem nem kivillenthetőek. Például az egyik pontosan ilyen kérdés, hogy a fogyasztás csökkentés, azok a klasszikus értékek, amik ilyen zöld értékek, és a helyi gazdaság megerősítése, meg a gazdasági szereplők megerősítése, az tud-e a jelenlegi folyamatok felmaradása mellett bekövetkezni, és én nem látom, hogy ez igazából erre lenne olyan típusú megfogalmazás a stratégiában, ami ez képes. Az egészségügy merült fel, ugye van egy olyan folyamat, hogy ha látjuk a jelenlegi állapotát Magyarországon, most a legfrissebb Eurostatos adatok szerint most már csak Bulgária és Románia bír minket meghaladni a szegénység szintjében, és ugye az uniós átlagjövedelemnek kb. 22%-a jellemzi Magyarországot. Tehát olyan elképesztően alacsony jövedelmi szinten élnek emberek, amire az egyik lehetséges válasz az, hogy önellátás, de ez kizárólag a vidéki szegénységre ad választ, a városi szegénységre nem, tehát senki nem gondolhatja komolyan, hogy a panelerkélyen fognak gyümölcsfákat ültetni az emberek, tehát ez egy nyilvánvaló vicc.
Viszont ez oda is vezet, hogy a jelenlegi fogyasztási szokások nem csak azért fordíthatók át nehezen, mert az emberek kevéssé tudatosak, nem tudják milyen vitaminokat a gyerekek nem látnak, olyan típusú élelmiszereket, amit tényleg mellettük termeltek volna meg, hanem azért sem, mert ez a rettenetesen alacsony bevételi szint oda vezet, hogy nyilván mindenki a fenntarthatatlan multinacionális olcsón elérhető élelmiszereket vásárolja például. És ezek olyan körforgások, amiknél kitűzhetjük célként az egészségesebb táplálkozást, rengeteg minden, de nem fog bekövetkezni, mert sokkal erőteljesebb hajtóerő az, hogy az alacsony jövedelmi szint mellett ebből nem lehet kitörni. Tehát ezt az összefüggésrendszert sokkal pontosabban át kéne gondolni, hogy ez mit jelent, milyen célok kitűzése és milyen ehhez kapcsolódó beavatkozások kellene. Igen, már nincs. Tehát akkor én is én teljesen egyetértek majdnem minden, ami igazán eddig elhangzott, és akkor én is megosztanám a társadalmi víziómat, és itt elsősorban a fogyasztás növekedésre reflektálnék. Tehát én szeretném azt az illúziót azért lebontani az emberekben, hogy tehát a kapitalizmusnak, a pénzvilágának óriási tartalékai vannak. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy itt válság van, vagy bármi van, ez szerintem óriási tévedés. Egy tanulási folyamat van. Tehát az emberiség most itt tart. Meghaladtuk a fogyasztói társadalom elvégezte a dolgát, létrehozta a globális piacot, nem lesz harmadik világháború atombombákkal megvívva, mert a társadalmi tudat is eljutott már idáig. Eljutottunk idáig, hogy kimerjük mondani, hogy a normális, vagy azt mondom, hogy a társadalom, bizonyos társadalmakban ki lehet mondani, hogy férfi és nő házassága, az már, tehát ma már tudjuk, hogy a biológiai fenntarthatóság szempontjából ez az illdomos, tehát egy erkölcsi mintát tudunk ebben nyújtani. Most nem biztos vagyok benne, hogy ezt alaptörvény szinten ki kell volna mondani, de gyakorlatilag valami, tehát a társadalmi normákat, most magyar társadalomra értve, kezdjük igazából újraépíteni, és nem azt mondom, hogy 10 parancsolat szintjén, de azért kezd lassan egy pár olyan erkölcsi norma meggyökeresedni a társadalomban, amit én nem tartom rossznak, azt már rossznak tartom, hogy nincs róla konszenzus, vagy nincs róla megfelelő társadalmi vita. De most mondok egy nagyon egyszerű példát, tehát én fenntartható társadalomnak tartom azt is, amelyik energiaönellátó házakban él, amelyik elektromos autót használ, és gyakorlatilag a 4 napos munkahéten megvalósítja önmagát. Ez, én ebben is biztos vagyok, hogy most nem azt mondom, hogy Matuzsánkor fogok megélni, de én ezt meg fogom élni. Tehát én látom azért ezeket a folyamatokat, most más kérdés, hogy a stratégiámmal nem látom. Tehát messze nincs kimondva az, hogy a családok és a humán társadalom per pillanat azért áll ilyen nagyon katya helyzetben, mert az egyik fő oka az, hogy rengeteget dolgozunk. Vagy rengeteget foglalkozunk maga a pénzügyi problémáink megoldásával, és nem marad idő. Tehát ez, én úgy hívom ezt a én életemben, az én világban, hogy a 24 óra törvénye, tehát hiába van valakinek több milliárdja, 8 órát aludnia kell, most akkor nyerni kell, tehát ugyanannyi idő marad pénzt tölteni meg másokra, mint másnak, csak egy más szinten végzi a dolgát. Tehát 24 óra hossza alatt, ha valaki 14 órát anyagi problémákkal foglalkozik, pénzkeresettel, pénzköltéssel, meg hitelutáni ügyintézéssel, meg átütemezéssel, meg befizetéssel, nem marad ideje. De az a szörnyű ebben a dologban számomra, hogy beütöm az internetre, hogy mozgalomban 4 napos munkahét ér, és nincs találva. Tehát annyira megszoktuk, hogy dolgozunk 5 napot, hogy eszünkbe sem jut, hogy hát emberek, hát 32 órás munkahéttel volna mindenkinek munkája, 3 napig lehetne a családdal lenni, és akkor talán a társadalmi, ezek a szövevényes kapcsolatok is jobban működnek.
Vagy itt van például ez a önellátó ház, Európában energia önellátó ház, de Amerika meghirdette még Bush kormány idején, Magyarország egyetlen miniszterelnök ki nem nyögte, hogy ő a következő 30 évben önellátó országot szeretne. És ez az anyagmasini venni. Tehát nincs benne, mert az, hogy megújulókat támogatni kell, hát jó, hát ezt csináljuk 20 éve, és már is elértük a 1,25%-ot, ha levesszük az elégedet a fa elégetési dolgot. Tehát azért mondom, hogy én nagy tartalékot látok azért a technológiában, a fenntarthatóság szempontjából, és inkább, hogy mondjam, a pozitív propaganda híje vagyok, tehát nem tudunk az emberekkel szerintem úgy bánni, hogy fogyasszon kevesebben. Tehát fogyasszon másképp, vagy észszerűbben, vagy tudatosabban. A másik az, hogy itt megint fölhívnám a hogy mondjam, tehát egy valamire a figyelmet, hogy én nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy miért ilyen alacsony hatékonyságú vitásra van valójában. Hát gyakorlatilag nem tudunk, tehát hiába van ebben a társadalomban ennyi diplomás, ennyi jó, most ez az ennyi, ez azt mondom, hogy ez azért a kisebbség, tehát döntő kisebbség. A szavazatokat minden nap a Tesco-ba a Voluk, az olcsó terméket megvevő ember, az minden nap leszavazza azt hogy gyak. Tehát ez a 22-es csapdája, hogy csinálunk ilyen stratégiákat, meg vannak jó elképzelései embereknek, de igazából a 60% akinek nincs ideje, és csak a ennyi ideje van a választásokon, hogy beiszelje a számára, vagy az utolsó benyomás alapján a dolgot. Tehát vagyunk, tehát egy óriási... A válasz a kérdése, hogy milyen ilyen alacsony hatékonyság? Hát az, hogy csapdában vagyunk, mert gyakorlatilag a társadalmi, tehát a társadalmi folyamatok változásához 60%, tehát többség kell, 51%, de gyakorlatilag csak 20-30% engedheti meg magának a luxust, hogy ennyire utána nézzen dolgoknak, közügyekkel. Nem így van máshol is? De más is ilyen, ennyire hatékony, csak a gazdasági teljesítményük jobb, a társadalmi hatékonysága semmivel se jobb, a hollandoknak se. Jó, 1000 éve tanulják, még nem volt 2 kataklizmájuk, vagy 3, vagy 4, most az elmúlt 100 évben visszamegyünk.